Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, nézzük a Halhatatlan című film bemutatóját. Számomra 2019-es év egyik legvártabb mozia volt ez az olasz alkotás. Talán már néhány videó esetében említettem, hogy pár évvel ezelőtt találtam magamnak egy új sorozat kedvencet, mégpedig a Gomorát. A kaszinó, illetve a mafiózók sorozat óta vártam arra, hogy egy igazán komoly gangster cuccot lássak. Majd utána kaptam egy ajánlást, hogy nézzem meg a Gomorra sorozatot, és igaz, hogy az első két részem viszonylag nehezen rágtam át magamat, de utána teljesen beszippantott. Az a helyzet, hogy ennél jobb és realistább maffia megközelítést a keresztapa óta nem láttam. Ráadásul egészen brilliáns, hogy az íróknak a mai napig vannak ötleteik, ennek köszönhetően nem csak az első évad, hanem a továbbiak is nagyszerűen működnek. A harmadik évad végén történt egy apró változás, mely lehetőséget biztosította arra, hogy az egyik főszereplő karakter önálló filmet kapjon, ez pedig a halhatatlan. A mozi főszereplője és rendezője a karaktert alakító Marco Di Először is fontos leszögezni, hogy a producerek, illetve az olasz forgalmazó rendkívül helyesen szinte semmit nem fedett fel a film tartalmából előre. Nagyjából arra lehetett számítani, hogy egy előzmény filmet fogunk kapni, mert síró életét dolgozza fel. A halhatatlan stílusa és felépítése sok tekintetben hasonlít a Gomorra sorozathoz, de bizonyos pontjain el is tér attól. Sokkal megfontoltabban halad a film, elsősorban egy konfliktusra kiélezve, mely utána magával hozza a többit is. Egyetemen érezhető a Gomorra sorozatban egyfajta drámai vonal, sőt vannak benne olyan jelenetek, melyeket konkrétan más sorozatban még soha nem láttam. Ugyanakkor mégiscsak egyfajta maffia történetnek nevezném. Véleményem szerint a mozifilmben egy kicsit megváltoznak az arányok. Az alkotás sokkal inkább tekinthető drámának, és mellette van egy maffia vonal is. Marco Diamore alakítása egészen brilliáns, akárcsak a sorozatban. A halhatatlan épp annyira realista és kegyetlen, mint maga a sorozat. Talán az egyetlen pontja, ahol picit gyengébben funkcionál, mint a Gomorra széria, a forgatókönyv. Itt azért érezhető, hogy egy személyes tragédiát nézhetünk végig, nem pedig egy komplex maffia történetet. Ennek is köszönhető, hogy egy-két apróságot leszámítva az óriási csavarok és meglepetések elmaradnak az alkotásból. De az biztos, hogy aki kedveli a sorozatot, annak kihagyhatatlan a film. Most az a helyzet, hogy ugyan történtek törekvések, de végül is a filmet nem fogják Magyarországon moziban bemutatni. Ezt most csak azért mondom el, mert a szokásostól eltérően a beszámolónak most jön az a része, ami teljes mértékben spoileres. Erre most sajnos azért van szükség, mert bizonyos dolgok megemlítéséhez kell ismerni a sorozatot, illetve a filmet. Először is óriási piros pont az alkotóknak, hogy a kiadott előzetesekkel nagyjából sikerült mindenkit félrevezetni. Az első árulkodó jel csupán a plakát volt. Több interjúban is elhangzott, hogy maga a film független lesz a sorozattól. Nos, az alaptörténet valóban az, de az eleje, illetve a vége egyértelműen becsatlakozik a szériába. Persze nem kell megijedni, aki nem ismeri a sorozatot, annak is élvezhető lesz a mozi, de sokkal nagyobbat üt, hogyha értjük az apró utalásokat. A lezárásról már nem is beszélve. A lényeg, a sztori ott kezdődik, ahol a harmadik évad véget ér. Tény, hogy Csíró gyermekkorát is megismerjük néhány flashback jelenetből, de valójában ez össze van kötve a jelennel. És igen, ebből azonnal adódhat a felismerés, hogy túlélte a harmadik évad végét az alkotók kiválóan oldják meg, hogy kapunk egy önálló történetet, melynek az eleje kapcsolódik a Gomorra sorozathoz, illetve a lezárása. A spoilerek ellenére a legvégét nem fedném fel, mert talán az a film legerősebb pillanata. Minden esetre szerintem egy ilyen film nem is tehet többet, mint hogy elmélyíti a karaktert és magasabb szintre emeli a sorozatot. Már pedig ez a halhatatlannak sikerül, még akkor is, hogyha összességében úgy fogalmaznék, hogy maga a széria azért teljesebb, nagyobb élvezeti faktorral rendelkezik. Véleményem szerint az, aki elfogadja, hogy ez egy film, ami kicsit külön áll a sorozattól, nem fog csalódni benne. A Gomorra sorozat rajongóinak pedig egyszerűen kötelező darab. Én nagyon elégedett voltam a mozival, talán a sztorit írhatták volna egy picit erősebbre. Összességében 75%-ra értékelném. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!